A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, nemrégiben az evangélikus gyülekezeti házban jártunk egy tárlaton, és azt gondolom, hogy aki ott volt, az megerősítetett abban, hogy igen, léteznek még csodák ebben a felgyorsult 21. században is, hiszen Szücsini Novák Mária kiállításán jártunk, Tűzzománc kiállításon, és azt tapasztaltuk, hogy olyan mélységeket mutat meg nekünk, és olyan emberi mélységeket, amelyek példaértékűek. És a vendégem természetesen Szücsini Novák Mária. Tisztelettel köszöntöm. Nos, hát az Zománc, mint tudjuk, az ötvösség több ezer éves díszítőanyaga, és hát nagyon fontos, hogy miként jutott el, hogy ilyen szinten megörökítse a gondolatait Tűzzománc képeken. Kezdjük talán az indítatással, hiszen egy ifjú hölgy, egy gyermekfővel nyilván már álmodik magának egy pályát, és a tehetség és a szorgalom, ha együtt jár, már pedig önnél bizonyosan így volt, akkor meg is tudja valósítani az elképzeléseit. Hogy kezdődött? Gyermekfővel már rajzolt? Hát én is köszöntöm a nézőket. Hát gyermekként már igen, nagyon szerettem a szobában, a négy fal között alkotni, játékokat készíteni, festeni. Tehát igazi kincs volt nekem egy-egy ceruza, vagy színezőkönyv. És hát ez nagyon érdekes, nagyon jó kérdést tett fel, mert eltelt 30 év, amikor festettem a bibliai nőalakokat. És már jó párat megfestettem, amikor eszembe jutott az, hogy volt egy gyermekkori vágyam, amit eltemettem magamban, hogy talán 10 év körül lehettem, amikor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne mesekönyveket illusztrálni. És hogy az Úristen milyen csodálatosan megvalósította ezt a vágyat, de sokkal magasabban. Mert nem mesekönyveket illusztrálok, hanem a Szentírásból, ami ugye sokkal gyönyörűbb, mint egy mesekönyv, és valóságos. Fontos kérdés, hogy tehát hittel élő gyermekként nőtt fel. Hát én gyerekkoromban hallottam Isten dolgairól, igen. De körülbelül, hát amikor megszületett a kisfiam, akkor kezdtem el mélyebben foglalkozni a Szentírással. Még maradjunk az iskolánál. Nagyon fontos, hogy ki milyen indítatást kap általános iskolában, illetve középiskolában. Igen. Hát általános iskolában is rajzszakkörre jártam. Már észrevették a tanárok, hogy nagyon ügyesen rajzolok, és beírattak különböző pályázatokra. És emlékszem a legelső díjamra, amikor hát Dargai Attila volt a zsűri elnöke, és nyertem egy ilyen pályázatot, első díjat. És az nekem olyan nagy öröm volt, úgy éreztem, hogy ez egy jel, hogy jó úton haladok. És aztán gimnáziumba mentem tovább, ott pedig Cinke Ferenc festőművésznek a rajzszakkörébe jártam. Ő is támogatta az én utamat, azt mondta, hogy tehetséges vagyok. Hogy választott stílust magának? Ugye azt tudjuk, hogy most már, sőt ki is mondhatjuk, hogy az eleve elrendelés volt, azt hiszem a sorstól, hogy ezt az utat választotta, hiszen az Egri főiskolára járt, és ott már belekóstolt ebbe a különleges művészeti ágba. Igen, hát a gimnázium után képzőművészeti egyetemre javasolt a tanárom, de megmondom őszintén, hogy nem volt bátorságom hozzá, és nem szerettem volna Budapestre menni. És akkor elmentem Egerbe, matematika rajzszakot választottam. És ott az utolsó éven, egy műhely munka keretében kellett választani technikát, amit még eddig nem próbáltunk ki. És hát az én barátnőm nagyon szerette a Tűzzománcot. Én meg a barátnőmet kedveltem, és így ketten együtt, vagy hárman lementünk a műhelybe, azt se tudtuk, hogy éjjel van, vagy nappal, és ott alkotgattunk,
És azt tapasztaltam meg, hogy mintha nekem találták volna ki ezt a technikát. Nehéz volt az indulás, hiszen ez nyilván egy különleges technika, független attól, hogy az ókori kelet népei már foglalkoztak ezzel, de azért mégiscsak ez teljesen más, mint rajzolni, illetve festeni vászonra. Igen, nehéz, nagyon nehéz volt, de tehát nem is az jött ki a kemencéből, amit én elgondoltam, egészen más először, de mégis csodának éltem meg, és úgy éreztem, hogy tényleg ez annyira nekem való. De azt is éreztem, hogy rengeteg munka áll előttem. Így is történt? Így történt. Nagyon nehéz utat jártam meg, de gyönyörű utat. Hogy lehet nyilván nem egyik pillanatról a másikra, hanem ez egy folyamat volt, tehát egymásra építette a megszerzett tudást. Hogy lehet eljutni addig, mikor érezte először, hogy ez már az, amit megálmodott magának? Hát én azt gondolom, hogy ez egy út, amin haladok. És én hiszem azt, hogy még vannak előttem feladatok, de talán most azt mondom, hogy most érzem azt, hogy nagyon a helyemen vagyok. Igen, ezt mi is megtapasztaltuk. Igen. Ugyanakkor nem csak a könyvben, amelyet elhozott nekünk, majd azt megmutatjuk a címlapot, mert hogy ott is kiviláglik, hogy micsoda csodák ezek. Viszont hogy alakult ki a motivumrendszere? Mert az ugye egyedülálló, arról már beszéltünk, hogy a hittel élő emberként felnövő fiatal művész nyilvánvaló, hogy visszanyúl a bibliai történetekhez, de ez a motivumrendszer elkísérte a máig, azt is látjuk. Igen. Ez is különleges történet, mert az én édesanyám erdélyi származású, ott élt gyermekként, felnőtt, kis fiatal felnőttként, és az ő édesanyja, nagymamája kézimunkázott. És elhozta magával. És itt Magyarországon én ezek között, a tárgyak között nőttem fel. Erdély, szőttesek, kancsó. És ha nem is másoltam őket, de én hiszem azt, hogy beszívódtak a lényembe, a gondolataimba. Hogy meghatározták, vagy legalábbis hatással voltak a motivumrendszeremre. Tehát megvolt a példa. Igen. Ez egy nagyszerű dolog. Igen. Nos, a főiskola elvégzése utáni történésekről kérdezem. Hát a főiskola után férjhez mentem, Veszprémbe költöztünk. És hát elkezdtem tanítani, de nem sok ideig tanítottam, talán egy évig. Nem azért, mert nem ment meg, nem szerettek, nagyon szerettek. Csak azt éreztem itt belül a szívemben, hogy nem vagyok a helyemen. És akkor a fiam elég beteges lett, és úgy döntöttem, hogy én azt választom, hogy otthon maradok vele. A férjemnek is megvolt a maga munkája, nagyon nagy elfoglaltsága volt. Egy olyan városban éltünk, ahol senki nem volt, tehát semmilyen rokonunk nem volt. És úgy döntöttem, hogy otthon maradok, és hiszem, hogy ez egy nagyon jó döntés volt. És akkor kezdtem el zománcozni, de csak úgy hobbi szinten. És micsoda véletlen, hogy a szomszédunkban egy művészeti iskola működött, és átmehettem oda segítséget kérni, hogy honnan szerezték be a dolgokat, és egy darabig ott égettem ki a munkáimat. Tehát sikerült elmélyülnie. Hát elkezdtem. És megismerte a tűzzománc technikát. Aztán 98-ban Székesfehérvárra költöztek. Igen. Ez egy nagyon fontos pillanat, hiszen nem kevesebb, mint pontosan negyed százada történt. Ez meghatározta a későbbi létét, életét is, hiszen jött a Munkácsy Mihály Művészeti Iskola, ami az egy fontos lépcső volt, gondolom én. Igen, igen. Laki István tanított ott, és ő hívott el, és ő beszélt nekem az igazgatónővel, ismertem meg, és hívtak oda engem tanítani. Hát közel talán 8-10 évig tanítottam ott tűzzománc technikát ötödikeseknek. Nagyon fontos pillanat az első tárlat, hiszen nyilván egy művész azért akkor elégül ki ilyen értelemben, ha meg tudja mutatni a munkáit. Hogy emlékszik vissza az első kiállítására? Hát igen, ezt nem felejtem el soha, mert nekem ez egy célt adott, hogy dolgozzak, és akkor kiállítom, és mások is meglátják, tehát nem magamnak csinálom, hanem másoknak örömet okozhatok vele. Ez az IBM-ben volt, a férjem akkor ott dolgozott,
és volt lehetőség ott egy kis kiállításra. És az volt, azt hiszem, hogy 2000-ben. A siker megerősítette, hiszen nem kétséges, hogy csodát láttak, ugye, bár számtalan szó használtam ezt a szót, de valóban úgy éltem meg, sőt a kollégáim is. Igen. Ez megerősítést jelentett? Igen, mindenképpen, igen. Nagyon sok visszajelzést kaptam. Tehát a motivum rendszere nem változott, a hídből alakult ki az egész történet, viszont ahhoz, hogy valaki sikeres legyen a saját választott hivatásában, mert tekinthetjük hivatásának mindenképpen, ahhoz nagyon sok minden kell. Lépésről lépésre haladt, vagy voltak nagy lépcsők, amelyek aztán szintén megerősítették? Igen, lépésről lépésre is, de voltak nagyon nagy lépcsők, amik megerősítettek ezen az úton. A lépésről lépésre talán az volt, hogy pályázatokon vettem részt, a férjem hozott haza pályázatokat, és akkor én erre benyújtottam az alkotásomat, és elmondhatom, hogy szinte valamennyien díjat nyertem. De nem a díjakért csináltam, csak örömöm volt abban, hogy készíthetek valamit, és inspirált az is, hogy amit megadtak témát, és hogy én ezt úgy láttam meg, mint valami, mint jeleket és megerősítéseket, hogy jó úton haladok, tartsak ki. Már nem volt egyszerű kitartani. Nyilván. És akkor voltak nagyobb lépcsők. Kinyílt a világ, hiszen azon kevés magyar művészek közé tartozik, akik valamennyi kontinensen, Európa számtalan országában, de Amerikában, Afrikában, mindenütt kiállított. Miként fogadja más-más kultúrában azt az ízig-vérig magyar alkotást az ember fia? Hát most helyesbített, mert nem állítottam ki sok országban, csak néhány országban. A könyvem jutott el. Igen, Japánba, Ausztráliába, Amerikába. Afrikába, Ausztráliába, ez egy csoda volt. Hát én azt gondolom, hogy az, hogy én magyar vagyok, és a gyökereim között ott van, hogy Erdély volt, az anyukám erdélyi származású, mindenképpen átjön a képeken, és mindenképpen különleges az embereknek. Ez a motívumvilág, és az, hogy ezekkel a motívumokkal magyarázom a képeimet. Tehát akik egy kicsit jobban elmélyednek a képekben, vagy a képek mögötti történetben, azok felfedezhetik, hogy miért rajzoltam azt pont úgy, miért vannak ott azok a virágok. Igen, érdekes, ezt én magam is megtapasztaltam a Szent László nyomában Erdélyben filmben, ugye végigjártuk Párciumtól Csíkszentmihályig Erdélyt, és jószerivel valamennyi templomba bejutottunk, ahol ezek a freskók voltak, de meg annyi tűzománc művel találkozhattunk, és valóban egészen különlegesek. Ugyanakkor beszéljünk a könyvről, hiszen ez is egy nagyon-nagyon fontos. Mikor döntött úgy, hogy ez könyvalakban is megjelenteti? Hát körülbelül ugye 2013-ban volt egy kiállításom a szentírási nőalakokról. És akkor valaki megjegyezte, hogy milyen jó lenne ebből egy könyvet is készíteni. Én magamban arra gondoltam, hogy hűha, ilyet én biztos nem fogok csinálni, de aztán így megérlelődött bennem ez a feladat, hogy nekem ezt meg kell írnom. És 2013 körül kezdtem el a történeteket megírni a képek mellé. Igen, hát a történetek mélységeket sugallnak, hiszen egy egész élet, a nevük, tulajdonságuk, jellemük, mindaz, ami hatással van ránk a 21. században, hívőkre és nem hívőkre, mert ezt erősítsük meg, hogy nem hívőkre egyaránt. És nyilvánvaló, közben mutassuk meg ezt a könyvet, legyen kedves megmutatni. Ez most a sajátom, úgyhogy azért van itt ez a matrica. Igen, tehát 70 bibliai nőalak. Hogy választotta ki azokat a műalakokat, amelyeket megörökített ebben a kötetben? Hát szép lassan. Azt hiszem az első Eszter volt, a bátor Eszter királyné, aki Isten eszköze lehetett népe megmentésében. Aztán Lea volt, tehát ahogy tanulmányoztam a Szentírást, ahogy elém jöttek ezek a történetek, nem is kronológiai sorrendbe jöttek, hanem ahogy megformálódtak a szívemben, ahogy ki tudtam gondolni az ő ábrázolásukat. Mert úgy ábrázoltam meg a képeket, hogy én nem tudtam, hogy egyszer ebből könyv lesz. Úgy ábrázoltam, hogy sok mindent le tudjon majd olvasni a néző.
a képekről. Tehát a lélek és a tudat találkozott a műveiben? Igen, azt hiszem. És akkor fontos volt, hogy, hát fontos volt az is, hogy részt vegyenek a könyvben azok a nőalakok, vagy hát a festményeken is, akik például Jézus családfájába tartoznak. Ráháb, Rút, Becsabé, Támár, Mária Jézus édesanyja, vagy az első nő, Éva. Milyen visszajelzéseket kapott? Hát csupa jót. Csupa jót, és örömet okoztam az embereknek, én hiszem azt ezzel a könyvvel. Tehát ez mindig megerősíti a hitében nyilvánvaló, hiszen most is megtapasztaltuk az evangélikus gyülekezeti házban, hogy nagyon sok olyan ember vesz részt ezeken a kiállításokon, találkozókon, mert ez több, mint egy kiállítás, ez mélységesen emberi találkozó, ahol gondolatok cserélnek gazdát, ahol mosolygós szemek néznek egymásra, azt hiszem ennél nincs fontosabb. Így van, így van. Emlékszem az első olyan kiállításomra, ahol a bibliai nőalakokat állítottam ki, és bejött a barátnőm, az egyik barátnőm, és körbefutott a képeken, hogy melyik hasonlít hozzá a legjobban. És ez nekem olyan öröm volt, hogy kiállítom a képeket, és hogy emberek szívéhez szól, hogy tükörként is élik meg ezeket. Nagyon fontos a motívumrendszer. Beszéljünk a motívumrendszerről, hiszen az alakokat ismerjük, tudjuk, hogy kiről van szó, ugyanakkor, hogy mi kíséri a környezetében, mi van mellette, az nem különben fontos. Így van, tehát a virágmotívumok, amik szerintem a legtöbb nőalakot végigkísérnek, azoknak fontos szerepük van. Legtöbbször azt fejezik ki, hogy hány gyermeke született annak a nőalaknak, de van olyan is, amikor a sok-sok virág azt fejezi ki, hogy mennyire kivirágzott annak a nőnek az élete. Mondjuk Samáriai asszonyra gondolok, aki a kútnál találkozott a Messiással. Meghatározó az is, hogy milyen a virág? Tehát nem színben, és tehát mert tartalmat ad nyilvánvalóan. Sokszor igen. Például ott van József felesége esetében, aki egyiptomi volt. És hogy én nem egyiptomi virágokat rajzoltam a két oldalára, hanem olyan virágot, ami a többi nőalaknál is szerepel, azért, mert ő nem egyiptomi neveket adott a gyermekeinek, hanem héber neveket, és ez nagyon fontos volt. Említette a férjét, hogy lelke Jobbik fele nagyon sokat segít ebben, hogy ezt a pályát végigjárja, és lépésről lépésre haladva ismert, elismert a művész legyen. Ez miben nyilvánul meg a hétköznapokon, hiszen ahhoz, hogy egy kiállítás ünnep legyen, bizony kellenek a dolgos hétköznapok is. Így van, tehát ő egy csodálatos ember. A legelső pillanattól kezdve támogatott, bátorított, amikor volt olyan, hogy abba akartam hagyni, persze a szívem mélyén tudtam, hogy nem hagyhatom abba, de bátorított ki, hogy tartsak ki, ez az én utam. Rettentő sokat segít, tehát nem is tudom ezt itt szavakban elmondani. Tehát ő nélküle nem tudnám csinálni. Ugye tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének és a Vörösmarty Társaságnak. A Vörösmarty Társaság egy különleges csapat, mint tudjuk, hiszen nagyon sokat tesznek azért, hogy a kortárs alkotók megtalálják a helyüket a magyar kulturális közegben. Viszont az Alkotóművészek Országos Egyesülete pedig egy rangot biztosít. Nekem ez több volt, mint rang, mert valahogy ugye kicsit sajnáltam, hogy akkor nem jelentkeztem a Képzőművészeti Egyetemre. Később meg akartam, tehát szerettem volna elvégezni, de már nem volt lehetőségem rá. És nekem ez Isten ajándéka volt, tehát én úgy éltem meg, hogy beteljesült az, hogy hivatásos alkotóként, művészként dolgozhatok. Ezzel, hogy tagja lettem a Magyar Alkotóművészek Országos. Fontos az elismerés? Hát olyan értelemben igen, hogy Istentől kapom, én így értelmezem, és hogy ez számomra támogatás, biztatás, tehát én így élem meg. Én azt láttam a kiállítás megnyitón, hogy ajándéknak tekintik az odalátogatók minden egyes pillanatot, nem csak a képeket, minden egyes pillanatot, amikor önnel szót válthatnak. Jó, de jó, hogy ezt így lehet látni, mert én meg nagyon örülök minden egyes embernek, aki eljön a kiállításra, és a szívemben hordozok mindenkit, aki eljön, megnézi, hogy
legyen jó hatással rá. Igen. Mire készül? Milyen tervei vannak? Hát most éppen el is kezdtem. Hát a zsoltárokon gondolkodtam, nem is az összesen, csak egy-egy ilyen zsoltáron, egy-egy ilyen zsoltár részleten, ami úgy megérintette a szívemet és az életemet is, mert ezeket én megtapasztaltam, hogy mit jelentenek, és ezeket gondoltam így képekbe megvalósítani, zsoltárokat, proféciákat, és el is kezdtem. Érdeklődéssel várjuk. Mit kívánjunk önnek, önöknek búcsúzóul? Hát most, ha már így búcsúzóul lehet, akkor egy ikét olvasok fel a Szentírásból, hogy bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek. Történjék így. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Hát én is köszönöm szépen a beszélgetést, meghívást. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetést láthatták. Vendégem Szücsnér Novák Mária tűzzománc művész volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.